Iskolában fogalmazást kellett írni, hogy mi szeretnél lenni, természetesen labdarúgó, úgy oda kerülni, hogy én voltam tényleg a kiválasztott játékos, akit a klub nagyon akart, 80 ezer ember előtt játszani, álmodni sem mertem volna. Vittem magammal a füzetet és jegyzeteltem az edzéseket, amiket csináltunk. Hazajönni, bizonyítani, trófeákat nyerni még a klubbal. Élénken itt vannak bennem ezek az emlékek. Az ember egy ilyen számhoz elérkezik, akkor egy picit úgy elgondolkozik, hogy mi történt ugye eddig az életemben, de amúgy nem tulajdonítok túl nagy jelentőséget ennek, szóval azért olyan nap volt, mint minden másnak, továbbra is fiatalnak, frissnek, vitálisnak érzem magam, úgyhogy de természetesen azért kívülről az ember, ugye ismerősöktől, barátoktól azért ugye emlékeztetve van erre. Úgyhogy természetesen az emberbe az átfutottak gondolatok, amik az elmúlt ugye 40 évben történtek. Azáltal, hogy ilyen szép napom van a születésnapom, ugye, hogy az egész ország ünnepel, természetesen más okokból, de ugye ez mindig egy olyan nap volt, ahol valamilyen programok voltak szervezve, ugye, ahol összejöttek az emberek, és sokszor ugye sporteseménnyel ez összefüggésben volt, ugye labdarúgó tornák voltak, amin részt vettem, úgyhogy én nagyon szeretem ezt a napot, megmondom őszintén, mert tényleg nagyon szép emlékek. Óriási megtiszteltetés, hogy ilyen fiatal, ugye 16 éves voltam ott, még ugye messze a 20. születésnapomtól, és egy ilyen fantasztikus csapatban, egy ilyen csodálatos stadionban, szurkolók előtt ugye mutatkozhattam be. Hozzátartozik, hogy nem sokkal ezelőtt, talán egy évvel ezelőtt azért volt nagyon komoly megkeresésem másik magyar csapattól is, de nekem mindig az volt a döntő, hogy én Ferencvárosban szeretnék játszani, minél több néző előtt, minél jobb hangulatú stadionban, és tulajdonképpen egy álom vált valóra, hogy 16 évesen ez a BVSC ellen volt, szünetben beállhattam Varga Zoltán irányításával, úgyhogy nagyon élénken itt vannak bennem ezek az emlékek, illetve az egész történés, ami ehhez hozzá kapcsolódik. Amikor 16 évesen ugye a felnőtt csapat tagja lettem, akkor utána viszont nem sokkal később megnyílt előttem ez a lehetőség, hogy külföldre lehetett igazolni, és egy nagyon hosszú gondolkodás, hezitálás után végül is úgy döntöttem, hogy ezt az utat választom. Nagyon nagy kihívásokkal, ugye család nélkül, idegen országban, idegen kultúrát megtanulva, természetesen nagyon jó emberekkel körülvéve. 16 évesen kerültem ki, 18 évesen írtam alá az első igazán profi szerződésemet a Schalkénál, és kerültem a felnőtt csapat szűk keretébe. Az első évben mindjárt bemutatkozhattam a Bundesligában, tényleg óriási sztárjátékosokkal az oldalamon, Olaf Thon játszott, Mark Wilmots játszott mellettem, ugye Jens Lehmann volt még az előző évben, szóval tényleg egy UEFA kupát nyert csapat volt 97-ben a Schalke. Nagyon sokat fejlődtem, ebben nagy szerepet játszott a váltásom, amikor a Schalkétől elmentem Belgiumba is, az mindig is hangsúlyoztam, hogy ez a pályafutásom szempontjából az egy fordulópont volt. Nagyon specifikus edzést végeztettem itt Belgiumban. És ugye ennek lett aztán az eredménye, hogy szépen utána lépésről lépésre, ugye a Kaiserslautern-be mentem vissza Németországba, Karlsruhe-ba, ahol mindenhol nagyon hosszú ideig marasztaltak, és tényleg nagyon korán szerződés hosszabbításokról beszéltünk. 2007. decemberében voltunk akkor, ugye Dortmund nagyon korán megkeresett, és tényleg, hogy egy ilyen klubhoz úgy oda kerülni, hogy én voltam tényleg a kiválasztott játékos, akit a klub nagyon akart, 80 ezer ember előtt játszani, az egy óriási álom volt, vagy egy elismerése tulajdonképpen a munkámnak. A Stuttgarti időszak is, ami hozzátartozik, úgyhogy egészen 2013-ig, hogy az egy fantasztikus időszak a karrieremnek. Nagyon sok munkával, nagyon sok szép emlékekkel, természetesen kudarcokkal is, amik hozzátartoznak egy karrierhez, amikor oda kerültem. Ugye a Stuttgart kieső helyen állt, és szükségük volt újításra, szükségük volt olyan impulzusra kívülről is, és engem szerettek volna, illetve Okazakit igazolták még le, aki szintén nagyon jó igazolásnak bizonyult.
és ott a tavaszi szezont mérve a harmadik legjobb csapat voltunk. Én 5 gólt, 7 gólt, azt értem el 13 mérkőzésen, szóval fantasztikus jó időszak volt ez a fél év csak, és akkor utána további 2 év, ahol 5-ek lettünk, német kupadöntőt játszhattunk, Európa Ligában vettünk részt. 30 éves voltam, de azáltal, hogy nagyon tudatosan, nagyon minden apró részletre odafigyelve éltem, legyen ez a táplálkozás, az edzés, a pihenés, mindent figyelembe véve, úgyhogy fizikálisan nagyon jó állapotban éreztem magam. Hozzá kell tenni, hogy Németországban azért abban az időben nagyot fordult a világ úgy a labdarúgásban, amikor még én fiatal voltam, akkor a legtöbb csapatban idősebb, rutinosabb játékosok voltak. Itt viszont elkezdtek jönni a tehetségesebbnél tehetségesebb fiatal, nagyon jó játékosok, úgyhogy meg kellett vírni velük mindig a versenyt, ami nem volt egyszerű természetesen. Iskolában fogalmazást kellett írni, hogy mi szeretnél lenni, természetesen labdarúgó, természetesen válogatott szeretnék lenni, és világversenyen részt venni lehetőség szerint. Ugye az ország, ha lehet, legjobb játékosa lenni, ugye szerencsém volt ebben is, hogy ez megadhatott, hogy megválasztottak annak, érdemesnek találtak arra. Sok nagy csatát vívtunk meg, voltak természetesen fájó vereségek ebben is, ami hozzátartozik. Jó edzőkkel dolgozhattam együtt, ugye Lothar Matthäus, Erwin Kuhmann, Egerváry Sándor, Várhidi Péter személyében, úgyhogy egy jó közösség volt mindig, és megpróbáltuk a maximumot kihozni. Egy olyan rész a pályafutásomnak, amit nem szeretnék egy pillanatig se nélkülözni. Még mehettem volna esetleg valami olyan más, egzotikusabb, vagy olyan a labdarúgásban akkor kialakuló új piacok irányába, ugye Kína volt, ami akkor nagyon, nagyon feltörekvő volt, voltak nekem is megkereséseim, de mivel olyan korán elhagytam a Ferencvárost, ugye 16 éves voltam, és ugye 2 NB1-es meccsem volt, és közben a Ferencváros is tényleg, ugye főleg mióta Kubatov Gábor átvette a klubot, azóta egy fantasztikus fejlődésen ment keresztül, ugye 2015-ben olyan körülmények közé tudtam hazajönni, ami a legmagasabb színnek megfelel, és akkor az volt bennem, hogy igenis hazajönni, bizonyítani, trófeákat nyerni még a klubbal, és nagyon örülök, hogy ez sikerült is. Góllal sikerült a Groupama Arénában bemutatkoznom tényleg a fantasztikus közönség előtt, és a derbiken is szerencsére jól ment a játék, ugye itt is 2-0-ra nyertünk, és az én gólommal szereztünk vezetést. Sajnos az utolsó 1-1 évben azért sok sérülésre bajlottam, amik soha nem voltak olyan nagy dolgok, de mindig elég volt ahhoz, hogy kizökkentsen úgy a ritmusból, és ezt mindig mondtam, hogy addig szeretnék a pályán lenni, amíg tudok igazán segíteni a csapatnak, és örülök, hogy hazai pályán góllal tudtam elbúcsúzni aztán aktívan a Groupama Arénától. Szerintem nagyon nagy jelentőségük van a szakértőknek, ugye, hogyha nézzük a nemzetközi példákat is, ugye nagyon nagy értékrendjük is van, legyen az Németország vagy Anglia, leginkább ugye ezt a két országot, amit figyelek, de az összes ilyen top nemzetet lehet talán ide vonni. A játékosoknak is bármennyire is sokszor esetleg terhet jelent, mégis azt az időt rá kell szánni, és együttműködni a médiával, mert ugye ebből mindannyian profitálunk. Ugye voltak olyan kezdeményezések régebben, hogy az öltözőbe is bejönni, hogy minél több, minél közelebbi képet mondjuk biztosítani a szurkolók számára. Azt megmondom őszintén, játékosként nem annyira tetszett, viszont soha nem magyarázta el mondjuk ennyire részletesen senki, hogy igen, ez miért is fontos, úgyhogy a mai világ, a mai fejjel ahhoz másképpen álltam volna akkor is esetleg, illetve most a játékosoknak sokkal jobban át tudom ezt adni, hogy miért ilyen fontos. És itt a szakértői munkában hiszen én próbálom mindig a lehető legjobban egyrészt, hogy felkészülni az adott mérkőzésekre, mert ha valamit csinálok, akkor szeretem alaposan csinálni és jó minőségben, úgyhogy bízom benne, hogy így a tévénézőknek ez át is jön.
18-19-20 éves lehettem, és elmentünk nyári felkészülésre, vittem magammal a füzetet, és jegyzeteltem az edzéseket, amiket csináltunk. Mert arra gondolva, hogy majd, hogyha esetleg edző leszek egyszer, akkor ez hasznos lehet. Mindig próbáltam tényleg olyan kapcsolatot kialakítani a sportigazgatókkal, sportmenedzserekkel, hogy mit lehet esetleg tanulni tőlük. Talán 12-13-ban, amikor először lehetőség volt az MLS-nél az edzői képesítést, akkor a B-t és az A-t azt elvégeztem. Amikor játszottam, akkor már bőven ugye az UEFA képzésben is benne voltam. A lényege, hogy olyan volt nagy egyéniségeket vonjon be újra a futballba, akik megfelelő ugye akadémiai képesítéssel is rendelkeznek, hogy a focit jó irányba tudják vinni, hogy a focira pozitív hatással legyenek ugye a további fejlődés érdekében. És igen, Gilberto Silva, Stylian Petrov, Yuri Djorkaeff, most csak hármat megemlítve gyorsan, de egy nagyon különleges csoport az, amiben ott részt vehettem, aminek tagja lehettem, illetve a mai napig tagja is vagyok, mert az jellemző ránk, hogy nem szakadtunk el, hanem továbbra is tényleg szorosan követjük egymás pályafutását, illetve segítjük egymást, amiben csak tudjuk. Nekem óriási megtiszteltetés most egy új pozícióban a Ferencváros szolgálni, és ugye egy nagyon jó csapatban dolgozhatok itt is itt együtt. Az elmúlt 2,5 év fantasztikus időszak volt, szóval erről álmodni sem mertem volna. Úgyhogy ez is, mint az életben, mindig lesznek majd aztán akadályok, mindig lesznek időszakok, amikor nem csak felfele ível az embernek a szerencse pályája, úgyhogy de azokból is megfelelően le kell vonni majd a tanulságokat és úgy tovább lépni. Úgyhogy de természetesen ugye a Fradiban és a Fradiért dolgozni, ez egy óriási megtiszteltetés, és ezt minden nap szeretném is viszonozni. És bízom benne, hogy igen, hogy sokat hozzá tudok tenni szakmailag azért, hogy aztán a szurkolók elégedettek legyenek a csapat teljesítményével. Megjelent a Ferencvárosi Tornaklub életmód magazinjának legújabb száma, a zöld és fehér. Keresd az újságárusoknál vagy a Fradi Shopban. Tájékozódj az előfizetés részleteiről a fradi.hu-n. Zöld és fehér, a két szín mindennél többet ér.